Először vették birtokban Diákok Miskolc digitális közösségi alkotóműhelyét. Az ország egyik legmodernebb digitális tantermében a LEGO robot programozást, a 3D nyomtatást és tervezést is kipróbálhatták a diákok. A jövőben szervezett csoportok és családok előtt is nyit vál a modern technológiákat bemutató műhely. Egy laptop, egy robotvezérlő modul, egy LEGO készlet, és már el is kezdődött az építkezés. Menjünk a Building Ideas-ra, tehát az építési ötletekre, és ott az első fogjuk megépíteni ezt az úgynevezett Driving Base nevezetű kis robotkát. Lépésről lépésre közös munkával készült a LEGO robot, ami sok gyereknek az első ilyen próbálkozása volt. Már ne tetszik, mert ügyesen összeraktad, csak ne ez alapján menjetek, hanem szépen folyamatosan. A Bársony János iskola 6. csoportja próbálhatta ki elsőként a modern eszközökkel felszerelt műhelyt. Bártfai Ákos örömmel jött, korábban is járt már robotikára. Szeretem az informatikát, szeretek programozni. Építeni szeretem, mert szeretek szerelni. 2 óra alatt építettek működőképes LEGO robotokat a gyerekek. A munkát az is élvezte, aki eredetileg nem érdeklődik a programozás iránt. Szeretek ugye így legózni, mert most, hogy ezeket mind robotként megépíthetjük, ez nagyon jó, mivel hogy még én ilyennel nem találkoztam, és hát én is szeretnék ilyen készleteket otthonra. Jövőre a teljes szakképzési rendszer átalakul, a műhelyben erről is tájékozódhatnak a pályaválasztás előtt álló fiatalok. Nyilván itt a komolyabb szakmai képzésnek az oktatási háttere is megvalósult, de mi nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az általános iskolás korosztályba járó diákok is megismerjék ezeket a technikákat, eszközöket, technológiákat. A műhely hétfőtől további csoportok számára is nyitva áll, szombatonként pedig családokat is várnak, hogy együtt próbálhassák ki a digitális technológia vívmányait. Időpontot a jövőd itt kezdődik.hu oldalon lehet foglalni.